valami oknál fogva minden húst úgy sütnek meg, hogy rágós marad. Tehát egyszerűen ennek az okát nem tudtuk megfejteni. Afrikán belül a legkomfortosabb és a legélhetőbb ország Kenya. Ez valószínűleg azért van így, mert angol gyarmat volt hosszú ideig. Britek nagyon-nagyon sok jó dolgot hagytak Kenyára. Egy dolgot mondtak ott a helyiek, ami hátrány ő szerintük, az pedig a nyugati individualizmus, tehát hogy a nyugati ember önző, és ezt ő szerintük a britek, a nyugatiak honosították meg Kenyában. Embereknek szerintem, vagy akik közlekednek, szerintem a 70%-a az motorral közlekedik, illetve nagyon sok tuk-tuk van még, ami ilyen taxiként funkcionál, ez a háromkerekű félig autó, félig motor jármű. Ez a hölgy például kukoricát süt, reggel kiteszi a kis cuccát, begyújtja a parazsat, és egész napot sütögeti a kukoricát. A helyiek számára ez olyan kicsit, mint nálunk a McDonald's, tehát hogy ott megállnak, kiszállnak az autóból, vesznek két cső kukoricát, és mennek tovább. Nagyon érdekes. És én ugyan nem kóstoltam, mert van egy, tehát hogy mondjam, hat oltást kellett fölvenni, hogy az ember kimerjen utazni Kenyába, és vannak bizonyos alapszabályok az étkezéssel kapcsolatban, úgyhogy kockáztatni nem akarok. Hát oda nem születnék azért, de élnék kint. Úgy, hogy mondjuk egy fél évet kint élek, és aztán visszajövök haza. Mert azért, hogy mondjam, tényleg élhető ország, de nekem honvágyam lenne.